Szuper, tehát Rákosi Gergely vagyok, és a következő 30 percben é. arra fogunk kicsit eszmefuttatást tartani, hogy hogy lehet játszani Linuxon. Nem lesz szó semmilyen Open szerverről, semmilyen komoly témáról, Samba, Postfix, Dovkod, stb. Ez egy kis lazú jel, előadás, mindenki nyugodtan ellazulhat, tényleg teljesen könnyed lesz, remélhetőleg és inkább a Linuxnak a desktop részével foglalkozik, tehát ami, ami, ami tulajdonképpen a otthon és a munkánk során az asztali gépünk előtt fogad minket, de inkább otthon tudniuk játékokról lesz szó. Amit kell tudni röviden az előadásról, pár szó esik majd rólam és a Linuxról. Ha valakinek ismerős lenne a dia, akkor elnézést kérek, mert ez a tavalyi részeből lett összevágva, kicsit megbővítve. Hát az óram és a Linuxról lesz szó, hogy hogy kerültem kapcsolatba a linux illetve a Fedorával, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy játszunk Linuxon, mert több lehetőségünk is van. Ennek ára van, méghozzá hardware és szoftver, szó szerint ára, mert a hardvert meg kell vásárolni, és ahhoz, hogy tudjunk játszani, sajnos az, az egyik legdrágább beruházás, egy számítógépnél, illetve a szoftver, amit mindenki saját maga választ ki, ki milyen operációs rendszert és milyen szoftvereket használ. Utána belenézzünk részleteiben, hogy pontosan milyen lehetőségeink vannak, hányféle úton tudunk elindulni, mit tudunk használni, hogy tudunk szórakozni. És utána pedig ehhez megnézzük a programokat, hogy mi az, amit tudunk használni, amik segítségünkre fognak válni hogy könnyebben el tudjuk érni a játékoknak a futtatását Linux alatt. Illetve az utolsó részen némi demo, illetve kérdések áradata jöhet felém. Vagy itt, vagy pedig majd kint a Fedora standon is. Igen, röviden rólam. Fedora ambasztadorként üzemelek itt Magyarországon. Hárman vagyunk. Jelenleg egyedül vagyok csak itt, mert a többiek sajnos az árvíz miatt nem tudtak ideérni. Fedora rajongó vagyok több mint tíz éve, tehát mondjuk úgy, hogy szörös a fedórát használom és ismerem is. Tehát a kérdés, van nyugodtan fel lehet tenni. Azonban amikor elkezdtem használni a fedórát, a problémám az volt, hogy régen én sokat játszottam gyerekként, az aztán most nem is változott, tehát vagy nem lettem felnőtt, vagy nem tudom, mi történt, de még most is játszom. A lényeg, hogy nem voltak játékok, azért elkezdtem utána nézni, hogy hogy, hogy hogy, lehet játszani linux -szal. Hát nem igaz, hogy nem lehet egy jót játszani, kikapcsolódni, mert azért néha kell, ne csak mindig a konzol püföljük, meg szöveget szerkeszünk, meg a munkahelyen helytájunk, kicsit szórakozzunk is. Megtaláltam ezt a ványt t kb. azzal a felkiáltással, hogy ő, az meg mi. Tehát kb. ez volt az első reakcióm, mi ez a Vine és kb. úgy akartam a folyamat, mint az ábrán a, a srác, hogy kb. ilyen parancsok jöttek fel, amikor ványt lefuttattam, és nem történt semmi. Először bonyolultnak tűnt, majd amikor kicsit belementem és elkezdtem utána nézni, akkor rájöttem, hogy semmi extráról nincs szó, mint ott kiír, hogy miről van, mire van szüksége a ványnak, milyen fájlokra, dll -ekre. Ezeket kellett pótolnom, beraknom a helyükre, és elindult a program, egy windows program Linuxon, vagy játék, nevezzük játéknak, és ö, csontra elindult, tehát nem volt vele probléma. És ezek után elkezdtem foglalkozni azzal a témával, hogy hogy lehet játszani Linuxon, milyen lehetőségek vannak. Úgy így ismernek minket Linuxosokat, és nagyon sokan így ismernek, hogyha Linuxot használunk, akkor ö, adunk egy kis jelet neki. Ha Linuxot használunk, akkor ilyenekkel játszunk. Ö, én ezt így, nem már, tényleg, nem is ismerem ezt a játékot. Ö, jó, ezt a vicc volt, ismerem. Ez volt az egyik, amit megkaptam a fejemhez. Hát én csak így ültem és kihűltem, hogy hűha, hűha. Ismeritek egyébként nem ezt a játékot, ezt is? De ez volt a másik, amit mondták, hogy pekmen ezzel, meg pongozol. Hát mondom, nem. De ezt is lehet, ha akarod. Erre is majd rátérünk, hogy hogy egyébként. Hát ez a két játék, amit azt hitték, hogy Linuxon ezt lehet csinálni, illetve üzemeltetni dolgozni, de nem. Tovább mentem egy kicsit, és megnéztem, milyen lehetőségeink vannak. Lehetőségek tárháza van. Az egyik lehetőség az az, hogy natív ingyenes játékokat letöltünk csomagkezelővel. Ez egyszerűen ki mit használ, Fedora, Ubuntu, Gentoo, suse, sorolhatnál, mindegyiknek a csomag benne vannak a játékok, csak tudni kell, hogy mi az, vagy rá kell keresni. Hogyha ez megvan, akkor speciál Fedora alatt azzal a kis parancs, amit ott lehet látni, a és a játéknak a neve, fel is rakja a játékot, és már játszhatunk is. Berakja szépen a Start menübe, tudunk játszani. Uh, igen, bocsánat, néha angol lesz az előadás, mert uh, ezt Bécsben használtam, és kevés időm volt átírni. Amit sikerült, sikerült, amit nem, nem, de remélem mindenki beszél angolul, ugye? ugye? Igen, jó, remélem. Jó, van még fizetős játékok, ugye, amit meg lehet vásárolni a fejlesztőnek a honlapjáról. Ez most nagyon be fog indulni, ez az egyik, ami el fog indulni 2013-ban. Ami eddig akadozott, voltak olyan szájtok, ahol meg lehetett venni, vagy elküldött minket a fejlesztőnek a honlapjára de kevés volt. Tehát nagyon kevés ilyen lehetőségünk volt, most már beindultak. Másik lehetőségünk, hogy emulált játékokat futtatunk Linuxon. Tehát például MAME, az ugye a, az a r régi játéktermi játékokat lehet futtatni, vagy dosbox a doszos játékokat, illetve a Rain az szintén egy ilyen emulátor, amivel lehet futtatni. Amit már mondtam, hogy a Windowsos játékokhoz vány szükséges, el is meg ki fogunk térni, hogy milyen lehetőségeink vannak, beállítások, hogy biztos, hogy a játék elinduljon. Azon kívül van a Humble Bumble, ami most nagyon gyorsan fejlődik, és elég sok játékot adnak ki, illetve a Valve-nak a Steam kliense. És tulajdonképpen ez a, ebben az évben ez lesz, ami, ami nyerő lesz szerintem a Linuxos játékok körében. Tehát a Steamre kell odafigyelnünk. Majd azt is elmondom, hogy miért. Ennek van jó oldalja, meg rossz is. Hardware követelmény, amit ugye már mondtam, sajnos igaz a képlet, minél több pénzt költünk rá, annál nagyobb lesz az élvezet. Ez más, minden szinte így van, azt hiszem. Tehát minél több pénzt költünk a hardverünkre, videókártya, processzor, memória, alaplap, sorolhatnám, annál jobb minőségben és annál gyorsabb frame tudjuk élvezni majd a játékokat. A nagy kérdés, ATI vagy NVIDIA? Kinek van ATI kártyája? És NVIDIA? Ú, ez kb. egál. Intel? Oké, okay, Intel felejtős, bocsi. Netszes, játék miatt. Tehát az nem fog menni. Atival most már jobb a helyzet, mint régen volt, de amivel biztos, hogy tutira lehet játszani, az az NVIDIA. Esetleg, ha valakinek... Valaki használ notebookot? NVIDIA-s notebookot? Optimus, -t. és sikerült megcsinálnod? De sikerült. sikerült. Szuper, nagyon jó. Másnak nincs akkor? Mert ebben is esetleg, ha kell segítség, akkor ebben tudunk majd értekezni. Oké. Okay jó, Ati vagy Nvidia, én az nvidia preferálom. Ati mm, tehát gondok vannak vele, nem minden GLS utasítást tud megcsinálni, és lassabb sajnos az a tapasztalat. Egyszer nekem is volt Ati kártyám, azzal kezdtem, Kihúzott a hajam, ideges lettem, éjszakánkon keresztül fönt voltam, nem ajánlom senkinek, nem jó. Tehát nagyon sokat kellett vele szenvedni. Nvidia jobb, egyértelmű. Ö, igen, erős hardver, több pénz, ezt már az írtam, szuper, tehát látszik, hogy nem voltam magamnál, ne, amikor ezt írtam, ezt a szlájdot, semmi gond. Ö, sok időt elvesz, ha valaki játszani a Linuxon, ö, ha igazán játszani akar, elmondom miért. Ahhoz, hogy a, például a Vine-t beállítsuk, ahhoz van, hogy Beugolni kell, órákon át kell nézni a hibákat, a vájnak a konzolban mit ír ki, milyen parancsot kell betenni, mit kell konfigurálnunk, sok idő. Tehát ha valaki játszani akar linux az időt vesz igénybe. Éppen ezért ugye meg kell gondolni, hogy ezzel foglalkozunk, vagy nem foglalkozunk vele, ki mire szánja az időt. Szoftverkövetelmények. Egy Linux operációs rendszer kell hozzá, ez lehet Ubuntu, Fedora, SUSE, felsoroltam bármi, kinek mi a szimpatikus. Javasolt kernel forrás és Wine program. Ezt a később én fogom elmondani, hogy miért szükséges a kernel forrás, illetve a Wine is forrásból lehetőség szerint. És hát néhány függőség, egy kis mosolyjal a végén. Az a néhány az kb. azt jelenti, hogy olyan 100-150 csomagról beszélünk. Ezt kírja mindig a program, hogy mire van szüksége és ezt mindig utána kell telepíteni. Ez nyilván el fog múlni, tehát amikor az összes programhoz az összes függőséget feltesszük, utána nem lesz már ilyen kérés. Tehát egyszer kell ezt megcsinálni, utána menni fog. A másik javasolt dolog, hogy a videokártya vezérlőt a gyártó honlapjáról célszerű föltenni. Ez egy újabb csapás, nem egyszerű, viszont élvezhetjük a beta, működő béta előnyeit. Ez azt jelenti, hogy van olyan program, ami nem fut a azzal a kennel, amit beadnak a csomagkezelőbe. Ezért is csodálkoznak néha, hogy Jé, ez a játék, ez hogy fut. Hát, most fogom megmutatni, hogy hogy. Aki pedig családos ember és dolgozik, mint például én, sok céggel a hátán, meg két gyerekkel, jobb, hogyha nem foglalkozik ilyennel. Ez hogy is van? Akkor én most miért foglalkozom, mert nem tudom, mindegy. Ne foglalkozom ilyennel, mert az ideje rá fog menni. Sokkal egyszerűbb, hogyha egy konzolt vásárol. Egyébként van konzol otthon, sokkal egyszerűbb. Berakod a DVD-t, berakod, elindul, gyerekek játszanak, boldog, mindenki kész. Ez a legjobb. Ezt csak úgy javaslom mellékesen. Oké, okay. natív játékok, nézzük akkor részleteiben. Amit mondtam, yum, install, a játéknak a neve, csuk, úgy néz ki a konzola, hogy ott balra látjátok, és utána lehet is játszani a különféle egyszerű játékokkal, tehát itt nem kereskedelmi játékokról beszélünk, hanem ingyenes játékokról, de szórakoztatóak tudnak lenni. Sőt, ha valakinek nincs sok ideje, akkor lehet, hogy elég is egy 10-20 perc ezekkel játszani. Az energiagazdálkodás még nem kapcsoltam ki. Natív fizetős játékok, nagyon sok fejlesztő van, egyre több fejlesztő van láthatjátok a listát, ezek a, ez a lista bővül. Tehát egyre több cég, akik eddig Windowsra adták ki a játékokat, most már Linuxra is kiadják. Tehát eddig ők nem szerepeltek fönn, már csak Windows játékok, vagy Windowsra fejlesztették a játékaikat, de most már Linuxra is elkezdték. És egyre többen vannak, és sorban adják ki. Úgyhogy ez, ennek örülünk mi, Linux játékosok. Emulált játékoknál Dosbox, ez a meme, illetve a PCSX, ez a PlayStation emulátor. Ilyen lehetőségeink vannak. Az első kettőt föl lehet tenni csomagkezelőből, nem probléma. Az utolsó a sajnos forrásból kell fölrakni. Forrásból tudtok fordítani? Három alapvető parancsot ismeritek? Nem? Configure, make, igen, oké, hát akkor az megvan. Jó, tehát ezeket a parancsokat kell alkalmazni, ha valaki forrásból próbálkozik. Nyilván, ha a hibára akad, akkor meg kell oldani függőséggel. Tehát van valami gondja, ami nincs meg neki. És development csomagról beszélünk. DOSBOX. DOSBOXnál ki gondolná? DOSZOS parancsokat kell használni. Barom baromi egyszerű. Akár fel lehet tenni egy Volkov Commandert, egy Norton Commandert is, és lehet használni a régi környezetet. Azért érdekes játékoknál, mert például, ha valaki emlékszik a Pinball Dreams nevezetű játékra, én gyerekkoromban nem tudtam letenni például. Tehát az egy olyan flipper játék volt, amit nem lehetett abba hagyni zene miatt, grafika miatt. Nem szívesen hagytam ott. És van még egy pár ilyen játék, amit szívesen játszom újra a régi időkből. A következő a MAME, ez a MAME, Multiple Arcade Machine Emulator. Ez azt jelenti, hogy a régi játéktermi Játékokat játszhatjuk a PC-nken, ami egy hatalmas jó szórakozás, pláne, hogyha kihasználjuk a hálózat adta lehetőségeket, és amit a, nem mindig lehetett, de tudunk multiban játszani két PC-vel. És egy ilyen autóverseny, vagy egy egyszerű platformel játék igazi régi retro érzést hoz elő, tehát érdemes kipróbálni. Ványal való játékok. Alapparancs a vánnak a futtatásához, barom, egyszerű, vány, és a programnak a neve. Tehát a program exe file. Ennyi. Ha elindul, örülünk, ha nem indul el, és van időnk, utána nézünk. Lehet debugolni a ványt, ahhoz viszont programozói tudás szükséges. Tehát, ha valaki programozó, és kicsit ért a dolgokhoz, akkor utána tud nézni, hogy mi lehet pontosan a probléma. Hogyha nem ért hozzá, akkor inkább ha hagyatkozzon az internetre, és ott körbe kell nézni, hogy miért nem indul esetleg. Én nem vagyok programozó, de kilestem azt a pár parancsot, én kipróbáltam, nem értettem. Tehát nekem ez nem megy, megmondom őszintén, úgyhogy ha esetleg lesz kérdés, akkor lehet, hogy programozóhoz fog fordulni tőletek, mert nekem ez kínai. Másik fontos program a Vine-nál, a Vine Configuration Tool. Itt lehet beállítani azt, hogy milyen paraméterekkel futtatunk egy programot. Tehát föl tudunk venni, ugye, mint itt látható programneveket, és ezekhez be tudjuk állítani például a Windows verziót, a grafikai beállításokat, hangbeállításokat és a függvénykönyvtárakat, ami fontos. Mert nem mindegyik program indul el ugyanaz az opcióval. Lehet, hogy valamelyiknek ki kell venni például egy délelt, mert avval nem fog elindulni. Tehát ezt érdemes használni a jövőben regisztri beállítás, mint a a regisztri editorja. Ide lehet fölvinni a vine különböző hanggal és videóval kapcsolatos beállításait, amik szintén szükségesek némelyik programnál. Egyébként, amiről ezen a linken tudtok tájékozódni bővebben, kb. 50-60 regisztri kulcs van, én ezt most nem tudom nektek elmondani, nem is szeretném, mert ez nagyon sok. Nézzétek meg, Uh, leginkább a, a videóval kapcsolatos, illetve a perifériákkal kapcsolatos bejegyzést szükséges szerkeszteni. Ez a kettő, amit mindig variálni kell. De nem minden esetben. Uh, igen, és a másik hatalmas és egyszerű dolog, a Humble amit mondtam, uh, időközönként jelenik meg, annyit, kell, annyit lehet fizetni, amennyit szeretnénk, és több játékot kapunk egy csomagban, Pff, ennyi kényelmesebb nincs, Itt lesz, majd mondom tovább. De ez egy nagyon egyszerű jó alternatíva a játékhoz. És a lényeg a Steam for Linux, ki az, akinél fönt van? Wow, ez az, nagyon jó, szuper. Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu? Nem, Nem? mi? Ki? Mi? Nem. Mi? Arc, Arc. Nagy, és fölment, simán is tudod használni, szuper. Tehát ö, erre kell odafigyelni ebben az évben a Steamre. Elmondom miért, mert olyan tartalmakat, olyan ö, funkciókat kínál nekünk, amik ö, egy megkönnyítik a, a lehetőségeket. Nem kell nekünk konfigurálni, nem kell nekünk hekkelni a játékot, nem kell a rendszert hekkelni, nem kell ö, oldalakat látogatnunk, nem kell egyszer kell csak beregisztrálnunk ugye, akár egy PayPal-os uh, akkuntot. Uh, lehet kommunikálni a barátainkkal, van benne egy fórum, uh, van nekünk egy ACP-ink. Jó, uh, van benne ugye a webshop, ami a alaprendszer, a badge rendszer, ugye, amikor azt jelenti, hogy ha te elérsz egy bizonyos szintet egy játékban, akkor kapsz különböző uh, értékeket, cuccokat amiket ugye be lehet váltogatni, lehet vele bizniszelni ide jobbra-balra. Ez nagyon jó. És egy másik fontos pedig a zöld út, a green light. Ez azt jelenti, hogy meg lehet jelölni az általunk kedvelt játékot, ami még nincs Linuxra. Ezt föl lehet benne venni, és a, a Steam-nél a valve -sok, ezt közlik a a program és hogyha magas pontszámot vagy szavazatot ér el, akkor azt le fogják fejleszteni Linuxra, hasonló, mint a Startup. Tehát, hogy csinálnak egy startupot egy játékkal, és ha megfelelő pénz összegyűlik, akkor megcsinálják Linuxra is a verzióját. Egy probléma van vele, könnyen megy a pénzünk. Tehát, ha a PayPal-on van megfelelő összegünk, akkor sajnos van, -e egyszerűen egyszerűen kattingatunk kettőt, hármat, és puff, elment 30 euró, vagy 40, vagy attól függ, mit vettünk meg. Gáz, erre vigyázni kell. Steam telepítése. Ez a módszer ez Fedora-ra vonatkozik, nyilván mindenhol más, két lehetőség van. Az egyik, hogy egy jum tárolóból feltesszük, méghozzá abból a tárolóból. A ez, ez, egyszerű. Utána már a Steam magát frissíti. Tehát egyszer ezt felrakjuk, Steam-et elindítjuk, és a Steam magától le fogja magát frissíteni. Javaslom, hogy lépjetek be a béta tesztelésbe, mert így egy stabilabb Steam-et fogtok kapni, annak ennyire, hogy béta. Ez van. A másik lehetőség, a Steam honlapjáról debet le kell tölteni, azt az alapbi parancsal ki kell csomagolni, a targetéről pedig a fájlokat a, betenni a megfelelő helyre. Ez nem egy olyan nagy basszus, meg lehet csinálni, ez is egy lehetőség. Utána a steam-et elindítjuk, és ugyanaz történik, mint az első esetben. Elindul a steam, lefésíti magát, és használjuk. Itt lehet választani, melyik a szimpatikusabb. Milyen hasznos programok vannak, amik könnyítik a, a dolgunkat a játéktéren? Az egyik az a Vintrix, ez egy Windows DLL-letöltő segédprogram és telepítő, az összes olyan szükséges függőséget, ami, szügg, ami kell nekünk a játékok futtatásához tartalmazza. Tehát, ha azt föltesszük, és pontosan kijön nekünk a Vine, mire van szükség, ezzel a programmal fel tudjuk tenni, anélkül, hogy kéne egy valahonnan egy windows telepítést, és abból kiszedni a fájlokat. Ami viszont szükséges hozzá, az a kab anélkül nem fog menni, mert nyilván kabokból szedi ki ugye a fájlokat, szükséges fájlokat. A másik igen kedvelt, bár én annyira nem kedvelem, a Play on Linux kis GUI. Azért kedvelik sokan, mert, mert előre konfigurált Vine kapszulák vannak a játékokhoz. Ez azt jelenti, hogy a beállításokat, grafikai, hang, Diálek mindent felvittek előre, és nekünk csak ki kell választani a kívánt játékot, és lehet futtatni. Hátránya, hogy nem látjuk, hogyha nem fut valami, akkor miért nem fut? Tehát ezért jobban szeretem a parancsoros megoldást, amikor egyszerűen vány, és utána az egze. És akkor látjuk, hogy mi történik. Érteni, nyilván vannak olyan programok, mint amik nincsenek benne, ugye az extra-król <laughs> extra beszélve. Jó, és egy másik fontos link az az AppDB, ahol meg lehet nézni, hogy milyen programok, milyen értékelést kaptak. Ugye lehet valami szilver, bronz, illetve mindig elfejtem a harmadikat, a nem tudom, de az a legmagasabb rang, amikor semmi gond nincs a játékkal, tehát minden fut tökéletesen. Melyik? Gold. Még annál is van egy jobb, azt hiszem, de nem. Platina. Így van. Így van. Akkor aztán nincs semmi gond, akkor bátran futtathatjuk azt a programot. Jó, ha valaki el szeretne engem érni játékokkal, vagy vájnal, vagy fedórával kapcsolatban, akkor ezeneken a, a linkeken tud elérni. Felső az egy videólink, ott vannak egy, van egy pár játékteszt videóval. Az e-mail címem kettő is, bármelyiket lehet használni, illetve Skype-on, vagy itt és most lehet letámadni és kérdezni, hogyha van felmerült egy kérdés. kérdés? Na, egy mindig szokott lenni, de akkor már kettő lesz. A Kickstarter az a startupokhoz tartozik Igen, tulajdonképpen. hogy én is már több ilyen, ilyen projektet támogatom játékos, és legtöbbször annak én Linuxot vászoltam is Így van a Forsaken Fortress, a Maya Game és a War for the World, az, most Petros 3 támogattam. Így van, és például ki fog jönni az Amikor, Amikor is, ha jól tudom, az a neverhood egy verziója. Azért nem tettem bele részben, mert időm sem volt rá, azt tudom, hogy létezik, csak nem raktam bele, legközebb ne lesz, Illetve azért, mert ezek a szoftverek szerintem be fognak kerülni a Steambe. Tehát ahogy megkapják ők a mondjuk úgy zöld utat, mint ahogy Steamben is van, hogy összejött a pénz nekik, a valvésok föl fogják venni a kapcsolatot velük, és biztos, hogy be fogják rakni a Steambe. Elmondom miért, mert könnyebben hozzá tudnak jutni, mint az, hogy valakinek el kell menni egy webshopba, vagy a saját honlapjukra, és ott megvásárolni, stb. Steamen belül minden gyorsan meg lehet csinálni. Tehát én biztosra veszem, hogy azok, akik ott a startupba följönnek, azok be fognak kerülni a Steambe is. Ez 100% azonnal szinte. Ez biztos. Jó, köszönöm a figyelmet, és esetleg egy demót, ha gondoljátok, meg tudunk nézni. Bármilyet, akit esetleg érdekel, csak hogy ez hogy működik. Megpróbálom megmutatni. Nézzünk egy steam ha már ugye Steamről volt szó. Tulajdonképpen... Ja, nincs internetünk, nem tudom, azt én mit fog rám mondani, megnézzük, jó? Reméljük. <laughs> Egyéb iránt a... Aha, jó. Egyéb iránt a Blizzardnak is ugye van a saját kis kezelőrendszere, az a program is elindul Linux alatt, wine nal és tökéletesen lehet futtatni például a StarCraft 2-t is, ha esetleg valakit ez érdekel. Tehát az is így csontra működik. No, e, így néz ki a Steamnek a felülete. Ott sok minden, amit költöttem sajnos. Elég rossz írni nézni. E, pff, nézzünk mondjuk egy Half-Life 2-t, ami érdekes lehet. Beta állapotban van, de, de nem látszik rajta, hogy beta. Tehát tökéletesen fut. E, reméljük. <síl> És tehát ennyi. Ez Két éve kezdtem az előadásokat, ilyen nem volt. Lehet, <laughs> hogy így kat már játszunk is. <laughs> tehát azért mondom, hogy a steam oda kell figyelni, az lesz most a, ebben az évben biztos a, a befutó. Tehát egyszerű, könnyen kezelhető, gyorsan lehet vásárolni, gyorsan jutunk információhoz, és tudunk kommunikálni másokkal is. Tehát lényegében így néz ki a dolog. Hát kicsit töltőkézik, az régen is így volt, még amikor vajnal futtattuk. És ez natívan megy, ö, nem egészen natívan, ö, pontosan el tudom mondani, ezt olvastam nemrég, a srácok tulajdonképpen egy, egy, jó, ez jó, ez működik, egy Vájnos, wrapperelést csináltak a, a Source Engine-hez. Tehát egy hasonló dolgot csináltak, mint amit, ahogy a Vine működik. Tehát nem írták, Hát ez, ez jó. Ez nem a béta, ez az a baj, hogy le lett frissítve a half 52. Hát akkor innen. Reméljük, innen elindul. Mert Azért elég sokat mentem előre, nem szeretném előre játszani azt a két órát. Ah, köszönöm szépen. No, tehát uh, nagyjából ennyi az egész. Uh, nagyjából így néz ki a, a játék, hogy... Oh, persze, mennék, hogy ne. Jó, tehát... furi, soha nem játszottam még így. Tehát így néz ki. Én úgy gondolom, hogy nem probléma ez a Steam, ez vine fog indulni, de már rég nem használtam, nem, fog, nem tudom, mi fog történni. Nagyon jó. Reméljük megcsinálja. Lehet használni, egy tárolót kell megadni. Tehát amikor a Steam-et felrakod, akkor az a lényeg, hogy az a tároló, ahol, ahol a Steam letölti a programokat, játékokat, az egy helyre mutasson a Windows-osnál is, Linux-osnál is. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, akkor jó játékot! Nyom. <laughs> <laughs>